az alkotás mindig is a szenvedélye volt Móri Károlyné Varga Teréznek. A gyulai származású Dombováron élő tojásfestő gyermekkora óta szívesen rajzol. Korábban porcelánfestőként dolgozott a Baranyai megye székhelyen, később férjével együtt Dombováron telepedtek le és alapítottak családot. A tojásfestés ekkor azonban még nem szerepelt a repertoáriában, csak évekkel később kezdte el művelni, sőt, mint mondja, kezdetben nem hímes tojásokat készített, hanem tájképeket festett a tyúk tojásokra. Beszereztem finomabb írókát, gicát, ami pontosabb vonalakat hoz, vékonyabbakat. Akkor már kutakodtam, hogy lehet pirosat, kéket, zöldet, feketét egy tojásra. Ne adj Isten, még a fehér is megjelenik rajta. És csak sikerült, imádom, imádom. Volt úgy, hogy 100 tyúk tojást elajándékoztam. Hát csak festettem. És képes lapokon láttam, hogy vannak a libatojások. Hát ez valami gyönyörű. Hogy lehet ezt kifúrni, mivel? Arra is gondoltam, fogorvoshoz megyek, hát ha van neki valami kis finom fúró, faragó valami, amivel átfurkodom. És addig, hogy a gyerekem rájött, hogy anya, ez biztos van valami finom fúró eszköz, megkaptam tőlük, és onnantól kezdve jönnek a libatojások. Tyúk és libatojásokkal, valamint hungarocell tojásokkal dolgozik, előbbieket alaposan elő kell készíteni a rajzoláshoz. A munka a tisztítással kezdődik. Tehát a férjem segítségével kifújjuk, vagy kifújom, és akkor utána lehet rá rajzolni, és akkor kezdődik meg a tervezés, hogy milyen mintát szeretnék, szimmetrikus, négyes beosztás, hármas beosztás. Amikor kifújtam, kész a kifúrás, nem fújás, kifúrás, akkor beleteszem naturhipóba, mert ugye a tojásnak van egy belső hártyája. Beleteszem naturhipóba, az 2-3 perc alatt lemarja a hártyát, és akkor megmarad a hófehér, gyönyörű tojás. A tojásokra tájképeket és különböző motivumokat fest, amelyek saját ötletből születnek. A gicázás mellett más technikát is használ. A méviaszos, akkor tojásfestékkel festem meg, akkor ugye a libatojásnál a fúrás, amikor tájképet festek, akkor van egyfajta festék, amivel lealapozom, utána pedig temperával, egy nagyon bumszli ecsettel, amiből kialakul egy fa vagy egy valamilyen táj, meg egy nagyon vékony ecset, ezzel a kettővel. Én magam kísérleteztem ki őket, a liba tojásnál, hogy hogyan kell kifúrni, meg milyen szerszámot kell használni. Ezt egy érdekes mód, egy volt kolléganő, akiről nem is tudtam, hogy mi a Zsolnai gyárban dolgoztunk együtt egy évet, mert akkor még nagy volt a gyár. És kiderült, hogy ő is dolgozott, én is, itt lakott Szakályba. Fölkerestem, nagy segítségemre volt. Kifinomult ízlés, precizitás és kiváló kézügyesség, ezek a tulajdonságok mind szükségesek ahhoz, hogy szebbnél szebb alkotások szülessenek. Móri Károlyné azt meséli, az alkotások nagy részét elajándékozza, de vannak kedvenc tojásai, amelyeket megőriz. Sőt, az is előfordul, hogy munka közben, vagy éppen az utolsó simításoknál törik el egy-egy tojást. Ezeket is megtartja, a rajtuk lévő mintákat aztán újból megfesti, vagy éppen ötletet merítve belőlük teljesen új motivumokat talál ki. Ez szerintem egy nagyon jó kis kép. Nem határozottan fa van, vagy patak, vagy kerítés. Csak pöttyökből is mégis egy tájképet lehet belelátni. Gicázott tojásoknál szintén van. És az melyik? Ez szintén. Ez vöröshagymának a héja, és zöld diónak a burka. De nem akkor festettem vele, amikor zöld volt,
hanem télen, tehát karácsony után kezdtem el tojáshozni, és a férjem szedett valahol az utcán vagy a parkba a diónak a fekete burka. És azt lemostam, megfőztem, abba áztattam, és szerintem ez nagyon jó. És ez is érdekes, mert megrajzolom a mintát, beleteszem, teszem föl piros festékbe. Ugye mindent megfog pirosra. Most ha azt akarom, hogy ezen még legyen kék szín, akkor azt a részt, amit szeretném, hogy piros maradjon, azt mind viasszal ki kell töltögetni. Mert ugye viaszon keresztül nem hatol már festék. A többi helyen a piros, ahol volt, ott megfogja kékre. Megszárad, és utána hajszárító mellett egy kis puha ruhával, ahogyan fölmelegítem a tojást, a viaszt szépen le lehet törölni.